A kánikulától sokan a vízpartra menekülnek, azonban vannak, akik felelőtlenül a parton hagyják csomagjaikat felügyelet nélkül. Azért, hogy a strandolás kellemetlen élményektől mentes legyen, az egyenruhások mellett 16 rendőrtiszti főiskolás is ügyel a parton a rendre. Ők a szakmai gyakorlatukat töltik a Velencei tópartján, van, aki kerékpárral rója a köröket, mások civilként szemlélődnek a strandolók között, páran pedig járőröznek és bűnmegelőzési szórólapokat adnak a nyaralóknak. Mint mondják, a fürdőzők már megszokták jelenlétüket. Örülnek, hogy itt vagyunk, és rendszeresen fordulnak hozzánk segítségért. Főképp a turisták jönnek oda hozzánk, hogy hol van ez a kemping, az a kemping, ez a strand, meg gyakran megkérdezik tőlünk, hogy hol lehet parkolni. Ilyenekbe szívesen tudunk segíteni. A tavalyi évhez képest nem növekedett meg jelentősen a lopási károk száma a strandokon, mondja Lévai Sándor, a Gárdonyi Rendőrkapitányság osztályvezetője. A lopások száma azonban mégsem elenyésző. Szinte minden hétvégén mintegy 7-8 esetben kell intézkedniük ilyen bejelentések miatt. A fő törzszászlós szerint azért, hogy megelőzzük a bajt, nem elég a rendőrök jelenléte. Megfigyelhető, hogy az állampolgárok ugyanúgy nem figyelnek rendesen az értékeikre, és ezért szeretnénk megkérni a tóhoz látogató nyaralókat, hogy jobban vigyázzanak az értékeikre. Az autóban értéket ne hagyjanak, illetve amennyiben lehetőségük van, a tópartra se vigyék magukkal. Ha a rendőrség által számtalanszor tanácsoltak ellenére, mégis úgy döntünk, hogy az autóban hagyjuk értékeinket, legalább győződjünk meg róla, hogy a járművet bezártuk, mondja Lévai Sándor. Olyanra is volt ugyanis már példa a Velencei tópartján, hogy nyitott autóból loptak az elkövetők. Ezen a hétvégén mintegy 10 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek, csak itt a Tini strandon 3 lopási kár történt. A rendőrök tehát azt kérik, hogy értéket semmiféleképpen ne hozzanak le magukkal a strandra a strandolók. Ha azonban mégis megtörténik a baj, akkor az agárdi hajóállomáson működő rendőrösnél segítenek a hazajutásban. A Fehérvár Televízióban Lukács Marietta riportját látták.